Köszöntök mindenkit a World of Tanks internetes online játékán. Ez egy egyszerű kis rövid meccs lesz ez, az FCM típusú prémium tankkal, egy T-34-es szintén prémium tankot sikerült kilőnöm, és ezt meg is örökítettem. Mivel nagyon sokan szidják, meg lefikázzák ezt a kis tankot, hát gondoltam megosztom azzal, hogy ilyet is tud. Ilyen kis rövid idő alatt. Himmelsdorfi pálya, csodálatos. Let's get this show on the road. Na és a hang is megjött, irány a hill. Aki a hegyen megnyeri a csatát, az nyer. Esetek többségére is T-50-es szaladgálít össze-vissza. Felderítő tank. Egyik lámvezér látta a videómat az Ortiról, és azt mondta, hogy jó, a videó, csak sokat beszélek, de hát nem mindenki képzett harcos, tankos, jobban mondva. Ajaj. Kis képállítás, mert még a rendszer nem tökéletes. Na, majd csak eltalálom még ma. Itt egy Type-ot előzök meg. Következő prémium tankom lesz. Tehát az meg annyira nézi a TF, vagy a FCM-et, hogy neki megy a falna. Mind a ketten csodálkozunk. Na kérem, itt van a templom. És itt kell eldőlni a csatának elvileg. Kreditben nem sokat hozott, 20 000-et, nem is ez a lényeg, sima prémiumban, hanem maga a csata úgy zajlott. Na, ott jön majd az ellenfél, és megpróbáljuk a lehetetlent a Type-val, meg ezzel a kis T-50-en Type-hoz, az úgy látom elhúz előre. Én meg maradok itt, majd jönnek. Aha, ott is van. Nem állunk valami fényesen, már 4 tankot kilőttek közülünk. Na és nem lőttem semmit. Értem, előnyűlőt. Na, jól kezdődik. Ezzel egy pillódhatok, nem elég az ellenfél. Nagy erepajtás, mert nem tudok lőni. Ez az. Majd nem jó, ma 6 tankot kilőttek. A miénk közül, ez már biztos, hogy bukós csata lesz. Úgy néz ki, én meg nem lőttem semmit. Értékelhetőt, legalábbis semmilyen értékelhetőt. Már csak lesz valami. Ilyen a folytónak. Most az első láncomat leszette. Gyors javítás. Ott a tájt, azt hiszem azt mondom. Lemegy a tájt, hát nem tudom, lemenjek, de inkább ne, ott 3 tank van. Várunk egy kicsit, mennek azok. Körülnézünk, egyes egyedül. Árválkodunk itt, kérem. Kapjon a T-30. És egyet mellé lövünk, kettőt meg jó közel, és akkor lesz eredmény. Fogyogatunk, már 8 tankot kilőttek.
közülük, akinek csak itt szuttyogunk egymásra. Vagy már 9 napot kilőttek közülnek. Ez már biztos, hogy bukta lesz. Na, úgy gondolja ti, hogy van, és akkor elindul, úgy cseppfélettől a kis tartó, úgymond, illetve a kis teljesítménytől. Na, eljött ott a vállalat, szedegetjük. Már azért fogyogat az ideteleje, elmegyünk utána, megpróbáljuk, hát a vállalat össze tudunk hozni. Állítsanak, ki tudta lőni, foglalják a bálisokat. Na akkor harc. Minden mindegy alapon. Itt egy kicsit nem figyeltem, mert nekeltem sniperolni, ott mentek a kicsit. Érdekes, mert egyet nem találtam el. Azt hittem, hogy lemegy a T-34 is oda le a bázist foglalni. Aztán nem jól döntöttem végül is. Megint egy tankot megpróbálok kiszedni, de hát nem jön össze. Én egyet mellé kettőt jó közel. És jön a meglepi, hoppá, valaki lát már. Én a lámpa. Hoppá, és itt a haverom. Ajaj. És akkor sikerült, igaz ő a csapat elvesztettük. Sajnos, de hát ez is sikerült. És meg ír is a Hajti, hogy gratulálok, aki lőtt a gazdája. Próbálom menteni a menthetetlent, de hát nincs már idő. Most ő ír vissza. Hát ennyi volt a történet. Köszönöm a figyelmet!